A kiskörösi LC U14-es csapata az idei labdarúgó szezonban első alkalommal szerepel országos korosztályos bajnokságban. Az együttes már több szoros mérkőzést játszott, és két alkalommal nyertek is a DAFC Szeged gárdáját 5-1-re, a Makó együttesét pedig 3-0-ra győzték le. A csapat az MLS regionális U14-es bajnokság délkeleti csoportjában szerepel, ahol a 11. fordulóban hazai környezetben léptek pályára november 6-án, ahol a Gyula csapatát fogadták, akiktől 1-0 arányú vereséget szenvedtek. A játékosok kitartó hozzáállását mutatja a javuló teljesítményük. Az egyértelmű, hogy még tanulnunk, meg kell tanulnunk ezt a nagypályás futballt, de úgy érzem, hogy a srácok fogékonyak rá, és mindig, minden mérkőzésen próbálunk a mérkőzésből kivenni azokat a jó dolgokat, amik majd később kellenek. Úgyhogy én úgy érzem, hogy fejlődött a csapat. Hát eredménybe azért még nem vagyunk az igaziak, még sokat kell javulnunk, de lépésről lépésre próbálunk megfelelni ennek a bajnokságnak. A mai mérkőzés nagyon kiegyenlített volt végig, és egy szerencsétlen góllal kaptunk ki. Hogyan láttad ezt a találatot, ugye, amit az ellenfél szerzett, illetve a csapat teljesítményét? Hát a csapat teljesítményét így egy szóba úgy tudnám most értékelni, hogy megfelelő volt. Az eredmény sajnos nem, bíztam benne, hogy ki tudjuk húzni, még volt hátra azt hiszem 10-15 perc egy figyelmetlenségből. Sajnos azért elég sok gólt kapunk így, hogy nem tudunk figyelni 9 vagy 80 percig. Bevitték, nem ütköztük le, berúgták, ezzel kaptunk ki. Sajnos. És azért is baj ez, mert múlt héten Békés Csabán ugyanígy kaptunk ki. Tehát ott is jól játszott a csapat, és nekünk volt zicserünk, ellentámadásból az ellenfél gólt rúgott, és így szenvedtünk 3-1-es vereséget. Mai meccsben többet láttál? Lehetett volna egy döntetlen? Azért benne volt a csapatban? Hát igen, benne, de azért attól féltem, és ezt el is mondtam fél időben a srácoknak is, hogy ez sajnos 80 percig nem lehet kibírni azt, hogy állandóan az ellenfél támad, mert el fogunk fáradni fejbe is, és sajnos abból is kaptuk a gólt, hogy én szerintem fejbe egy picit elfáradtunk, nem tudtunk úgy odafigyelni, még egy picit kellett volna koncentrálni, meg egymásnak segíteni, akkor nem kapjuk ezt a gólt. Az nagyon-nagyon szép eredmény lett volna, hogyha ezt 0-0-al kihozzuk és szerzünk egy pontot. Hogyan látod, a csapat kezd felnőni ehhez az osztályhoz? Most már azért úgy tűnik, hogy szorosabb eredményeket játszotok hétről hétre. Hát szorosabb eredményeket játszunk, igen, tehát nem tudtak meg úgynevezett meggyalázni, tehát nem kaptunk olyan sok gólokat, de remélem, hogy igen, az a legnagyobb bajom, hogy újra kellett építeni a csapatot is, és azok a játékosok vannak például hátul, akiknek úgy középpályán kellene lenni. Hát remélem, hogy majd a következő bajnokságra már azért tudunk még fölhozni ügyes játékosokat, és a tapasztalat is, tehát azért most már látjuk a csapatokat is, hogy körülbelül milyen játékerőt képviselnek, kinek mi a jó dolga, tehát kik azok a játékosok, akikre egy kicsit oda kell figyelni ahhoz, hogy pontokat tudjunk szerezni. Tehát ezeket azért főtérképeztük, és szerintem majd lépésről lépésre azért fogunk fejlődni. Nem leszünk mindig itt az utolsó helyeken. Miben kell sokat fejlődni a csapatnak, előre játékban vagy védekezésben, hogyan látod? Hát mind a kettőbe, és a mai mérkőzést is, ami nagy tanulság volt, hogy ilyen gyámoltalanul ezt a játékot nem szabad játszani. Tehát itt megvannak azok a szabályok a védőnek, igenis keményen, határozottan, középpályán labdát kell szerezni, elő pedig gólokat kell rúgni. Tehát nekünk azért ezek még nincsenek meg, de majd kifogjuk fejleszteni a játékosokat, hogy igenis ott is jól szerepeljenek, ahol kell nekik játszani. A csapat a 14 együttest felvonultató bajnokságban jelenleg a 12. helyen áll 6 ponttal.